Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom nektek megmutatni, hogy mit viseltem egy adott héten. Egy hét az ugye 7 napból áll. Micsoda fontos információ ez. Viszont én csak 6 outfitet tettem bele ebbe a videóba, aminek az a nagyon egyszerű oka, hogy a 7. napon vasárnap én egész nap otthon voltam, és csak pizsamában lődörögtem egész nap, azt pedig úgy gondoltam, hogy teljesen fölösleges beletenni. Fontos még elmondanom azt is, hogy az, hogy ki hogyan öltözködik, hogy mit visel, az teljesen egyéni ízlés kérdése, ízlésről vitatkozni pedig szerintem legalábbis nem érdemes, mert hogy mindenkinek más tetszik, mindenki szerint más az, ami jól áll éppen valakinek. Én azt hordom, ami nekem tetszik, és amiben én jól érzem magam, úgyhogy lesz olyan outfit ebben a videóban, amit tudom, hogy egy kicsit megosztó, mert hogy Instagramon is posztoltam már hasonló képet, és ott is elég megosztó lett. Viszont ha nekem tetszik egy farmer magamon, úgyhogy be van tűrve az a felső rész a farmerbe, akkor fogom hordani, még akkor is, hogyha tudom, hogy sokak szerint ez nem előnyös, ez nem áll jól, csak nem tudom, egyszerűen nem gondolják azt, hogy kövér emberek is öltözködhetnek így, vagy például azt gondolják, hogy ez egy ilyen fiatalok körében trendi megjelenés manapság. Nekem tetszik, azt hordom, ami nekem tetszik, és amiben én jól érzem magam, és tényleg erre biztatlak titeket is, mert ez a legfontosabb. Amiben ti jól érzitek magatokat, abban egyszerűen tényleg lehet érezni, hogy olyan kisugárzásotok van, ami magabiztos, ami öntudatos, és szerintem ez öltöztet a legeslegjobban mindenkit. Szóval nézzük is, hogy mik voltak rajtam a héten. A hetet egy ruhával indítom, mint ahogy az év minden évszakában, ősszel és télen, vagy hát ebben az átmeneti időben is nagyon-nagyon szeretem a ruhákat. Ilyenkor úgy szoktam őket egy kicsit téliesíteni, hogy egy pulóvert vagy kardigánt veszek fel hozzájuk. Mindjárt ehhez is felveszek majd egy pulcsit, amúgy ezt majd mindjárt megmutatom. A ruhát ASOS-ról rendeltem, és Wednesday's Girl a márka neve. A leggings az ASOS saját márkás leggings-e. A gumicsízben nem tudom, hogy mennyire látjátok, hogy a szivárvány színeiben pompázik a talp része, a Hunter márkától van, és megpróbálok közelebb jönni megmutatni nektek az ékszereimet, bár lesz majd hamarosan egy videó róluk. A fülbevalóm az a The Mamakintől van, az órám pedig Michael Kors, és mindjárt megmutatom, hogy hogy néz ki ez a pulcsi, amit felveszek majd ehhez a szethez. A sárga pulóver a H&M Plus-tól van, és egyelőre nem fogom felvenni, mert veszek fel kabátot is, meg sálat is, és egyelőre még nincs olyan hideg, viszont este, amikor haza fogok jönni, akkor jól fog jönni, hogy benne van a táskámban. Szóval ez a hétfői outfitem. A mai keddi outfitem különlegessége, hogy egy eseményhez kötődik. Szerintem azt a pólómon is láthatjátok, hogy a jó barátokhoz van valami köze, méghozzá az, hogy ma Düsseldorfban van egy jó barátokhoz kapcsolódó rendezvény, ami, hát nem is tudom, a kulisszák mögé láthatunk be azáltal, hogy kultikus jelenetek helyszínét állítják fel. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az egész eseményre. És ehhez ezt az outfitet választottam. A póló az H&M Plus, és amúgy is hordanám, nem csak a jó barátokos rendezvényre fogom felvenni most. A zakó vagy blazer az azt hiszem, hogy new look, viszont nem vagyok benne teljesen biztos, de ugye majd az infoboxban úgyis megtaláljátok legalább a márkákat. A jeggings az ASOS saját márkás, a cipő pedig egy New Balance sportcipő, amit nagyon szeretek, mert nagyon kényelmes. Ugyanez a Michael Kors óra van rajtam, ami tegnap is, illetve egy picike The Mamakin fülbevalót választottam mára. És igen, ez a mai outfitem, így megyek most erre a jó barátokos eseményre. A szerdai outfitem eléggé csajosra sikerült. Be kellett kapcsolnom a körfényt, mert annyira szürkeség van odakint, hogy még délben sincs elegendő fény a videóhoz. Remélem, hogy így azért jobban tud fókuszálni a kamera, és ti is jobban látjátok majd a szettet. Ezt az outfitet amúgy múlt héten is viseltem már, és akkor meg is mutattam nektek Instagramon. Régóta nem volt rajtam ez a szoknya, és úgy gondoltam, hogy miért is ne. És annyira jól éreztem magamban benne egész nap, hogy biztos voltam benne, hogy ebben a videóban is szeretném ezt megmutatni nektek. Mind a kettő darab, ami rajtam van, már egy kicsit régebbi, és mind a kettő amúgy a H&M Plus-tól van. A blúz az kb. Már 4 éves, a szoknya pedig szerintem minimum ilyen 3 év már a ruhaszekrényem lakója, és időről időre elő szoktam venni mind a kettőt. A harisnya amúgy egy ilyen vastagabb fekete harisnya az ASOS saját márkás részlegéről, a cipő pedig egy Ricker
bogacsizma, ami nagyon-nagyon kényelmes, és közelebb jövök, megmutatom a kiegészítőket. Van rajtam egy ilyen ezüst karóra a Durban Cairn márkától, illetve egy ilyen kis köves, bedugós fülbevaló, szintén a Durban Cairn márkától. Szóval igen, így megyek ma iskolába, nagyon-nagyon csinosnak érzem magam ebben a szedben, mind a mellett, hogy kényelmes is. Szóval, igen, ez a szerdai szedtem. A mai, azaz csütörtöki outfitemet azt hiszem, hogy gyakrabban fogom viselni, mert annyira kényelmesen és jól éreztem magam benne, hogy biztos vagyok benne, hogy legközelebb is fel fogom majd venni. Azért múlt időben beszélek róla, mert hogy már a nap végén járunk, viszont reggel sajnos nem volt időm felvenni az outfitemet, de jobb később, mint soha. Amúgy egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű fekete jumpsuit van rajtam, amit azzal tettem egy kicsit tíliessé, hogy felvettem alá egy ilyen fekete vastag harisnyát, egyet vastagabb harisnyát, ami az ASOS saját márkása. A jumpsuit is az ASOS-tól van, és nem tudom, hogy miért szeretem ennyire. Egyszerűen annyira különlegesnek tartom, hogy szerintem egyszerre elegáns, de mégis lezser és laza és különleges, úgyhogy nagyon oda meg vissza vagyok érte. Nagyon szeretem a színes dolgokat, viszont szívesen nyúlok néha fekete után is. Nem tudom, mennyire látjátok, van egy ilyen sötétkék, kicsit csillámos zokni rajtam, aminek elsősorban praktikai okai vannak, mert hogy ez a Martens félcipő, amit felvettem ma, hajlamos feltörni a sarkomat, és megelőzvén azt, hogy véresre feltört sarkokkal jöjjek ma haza, inkább felvettem. Szerintem amúgy nem ront így a szetten. Igen, egy ilyen ezüst színű Martens félcipő van rajtam. A kiegészítőim is ezüst színben pompáznak, mert hogy rajtam van ez a Durban Cairn karóra. Ne haragudjatok a fényekért, hogy most így egy kicsit... Igen, hát hogyha most így jobb lesz, de muszáj voltam bekapcsolni a körfényt, mert egyszerűen óriási szürkeség van odakint már. Az ezüst karika fülbevalóm az ASOS-tól van. Sajnos nem szponzorál az ASOS, pedig hello, sziasztok, itt vagyok. Nagyon szeretek nálatok vásárolni, úgyhogy szívesen működnék együtt veletek. Amit még meg szerettem volna mutatni, hogy milyen kabátot viseltem ma. Ezt a kabátot már, én már meg nem mondom, hogy melyik videóban, de valamelyikben már láttátok rajtam. Nagyon-nagyon szeretem. Azt hiszem, hogy ezt a Zalandóról rendeltem, és Evens a márkája. És nagyon szeretem az ilyen kicsit elegánsabb, vagy különlegesebb szettekhez felvenni. Amúgy tegnap a szoknyás outfitnél is ezt a kabátot vettem fel. Szóval igen, remélem, hogy látjátok és beleférek a képbe. Ez volt a mai outfitem. Azt hiszem, hogy a mai pénteki outfitem az előző kettőhöz képest már inkább a színesebb kategóriába tartozik, még akkor is, hogyha az alsó rész fekete. Van rajtam egy vastag kötött kardigán, ami sárga, az egyik kedvenc színem. Az ASOS-tól van amúgy a kardigán. Az a jó benne, hogy ha hideg van, felveszem, ha melegen van, leveszem. Egy ilyen narancssárga alapon fekete kutyamintás blúz van rajtam, ami szintén az ASOS-tól van. Nagyon-nagyon tetszik, egy kicsit még szokatlan számomra, hogy átlátszó, viszont ez még az a kategória, amit még így el tudok viselni. A fekete farmer az az ASOS-tól van, ASOS saját márkás, illetve egy ilyen narancssárga, vagy rozsdás, sárgás, narancsos, nem tudom, hogy milyen színnek írjam ezt le, egy ilyen Vans cipő van még rajtam. A kiegészítőim nagyon-nagyon egyszerűek, van rajtam egy ilyen monkiból származó fülbevaló, ami ellensúlyozva a kutyás motívumot, igen, így talán fókuszál, ez egy ilyen, azt hiszem, hogy gepárd vagy leopárd mintás, illetve egy karóra a, nem tudom kiejteni a márkát, de az infoboxban meg fogjátok találni. Szóval ez a mai outfitem, nagyon-nagyon szeretem az ilyen farmerekben, hogy így beletehetem a kezeimet a zsebekbe. És most pedig indulok és rohanok, mert késésben vagyok. A szombati outfitem erősen hasonlít a hétfőihez, mert hogy ugyanannak a márkának, azt hiszem, hogy ugyanaz a szabású ruhája van rajtam, csak más mintában. Amikor megrendeltem ezt a ruhát, a hétfőn viseltet rendeltem meg először, annyira megtetszett az anyaga, a fazonja, az esése, szóval úgy minden, hogy amikor megláttam, hogy egy ilyen
mintával és színben is kapható, akkor ezt is megrendeltem azonnal, és azóta is szeretem mind a két ruhát, úgyhogy ez a ruha is a Wednesday's Girl Mercatorban, és ASOS-ról rendeltem, a leggingsem az ASOS saját márkás, és ezt a cipőt, hogy hát bokacsizmát a Rikertől már láttátok rajtam a héten. A kiegészítőim is olyanok, amit már viseltem, legalábbis az órám. Ez ugye egy Michael Kors karóra, illetve van rajtam egy ilyen kis mini karika fülbevaló a Durban Cairn márkától. Ezt az outfitet is téliesítem egy pulóverrel, mindjárt megmutatom nektek, hogy hogy néz ki úgy. Mivel a ruha mintája narancssárga és rúzsaszín színben pompázik, arra gondoltam, hogy egy narancssárga pulóvert veszek fel hozzá ma, ami amúgy a H&M Plus-tól van, és ugyanez van meg citromsárgában is, és az volt ugyanehhez a ruhához rajtam hétfőn. Ezt a pulóvert is nagyon-nagyon szeretem, mert szerintem szép, kellemes az anyaga, puha, de nem annyira túlságosan vastag, hogy nagyon-nagyon melegem lenne benne. Szóval igen, ez az én szombati és egyben utolsó outfitem is erre a hétre, mert holnap csak pizsamában leszek egész nap, azt pedig nem fogom felvenni nektek, de láttátok, hogy hétfőtől szombatig miket hordtam. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, írjátok meg nyugodtan kommentárban, hogy melyik volt a kedvenc outfitetek. Építő jellegű kritikát is írhattok nyugodtan, viszont ahogy mondtam, azt hordom, ami nekem tetszik, és erre biztatok mindenkit. Szóval az én véleményem nem fog azért megváltozni, mert valaki azt mondja, hogy már pedig az igenis szarul néz ki rajtad. Legyünk nyitottak, legyünk elfogadóak, és legyünk bátrak. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Kívánok nektek további szép napot, legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!